Nem, még megígértük nektek, hogy lemegyünk majd vidékre és bemutatjuk, hogy milyen ott a meleg élet. Sajnos azóta nem volt lehetőségünk, de sikerült megszerveznünk azt, hogy vidéki meleg szervezetek képviselői feljöjjenek Pestre, és le tudjunk velük ülni beszélgetni. Zsolt elment és meginterjúolta őket. Lássuk, hogy miről. Már egy összeszokott közösség. Ez a közösség szerette volna felvállalni azt a feladatot, hogy a szegedi és a Szeged közeli LMBT embereknek az előbújását, illetve azt, hogy ha sikerült előbújni, akkor a családjukkal, természetes támogató rendszerükkel valahogy jobban el tudják fogadtatni azt, hogy ők melegek, és ez a csoport hozta létre a munkacsoportot, és kezdtük el a feladatunkat megvalósítani. Külső támogatásként a Szegedi Tudományi Egyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Karától kaptunk segítséget. Ők azok, akik eleinte termet biztosítottak, technikát biztosítottak a feladataink megvalósításához, és a mai napig is támogatják a munkacsoportunk működését, feladatait. A programjaink legfőképpen az esélyegyenlőség, illetve az előbújás elősegítése a támogatás felé irányul. Ilyen például a melegség és média programunk, ahol magát a melegség megítélését szerettük volna tisztába tenni, illetve az olyan támogató személyeknek indítottunk egy rendezvényt, ami a Melegség az iskolában és otthon nevet kapta, ahol szülők is megjelentek, elmondhatták véleményüket arról, hogy milyen is volt előbújni a gyereknek, illetve magában az iskolában, hogy mennyire lehet felvállalni a melegséget, mennyire van ennek helye egy oktatási intézményben. A Matthew Shepard Foundation Szegeden is képviseltette magát, és ott körülbelül 50 fő vett részt. Mondhatjuk, hogy ez volt a maximális létszám, de az is igaz, hogy bár a létszám változik, de nagyon nagy a fluktuáció az szerint, hogy kik vesznek részt, tehát vannak teljesen új résztvevők is, tehát nem csak a bejáratott emberek úgymond vesznek részt rajta. Szegeden milyen meleg szórakozási lehetőségek vannak, illetve ahol tudnak a melegek társadalmi együtt találkozni? Most jelenleg van két ilyen hely, ahol a melegeknek heteroszexuális helyen biztosítanak ilyen egy-egy alkalmas programot. Itt lehetőség van a meleg és melegekhez közeli személyeknek szórakozni. Sokan jelezték már, jók lennének mondjuk tematikus bulik adott esetben, tehát mondjuk havonta egy-egy lánybuli, de erre még nem sikerült ezt a célunkat megvalósítani. Már évek óta összejárunk, főzünk együtt, társasjátékozunk, filmezünk, és most majd egyesületi keretekben is ugyanez működik részben tovább, nyitottan arra, hogy bárki, aki szeretne csatlakozni a programokra, azt szívesen látjuk. A környékre is tudtok bevonzani embereket? Környező településekről is, a nagyobb városokból is, kisebb falvakból is, sőt a határon túlról is. Évek óta megy a buli, az a leglátogatottabb, legkeresettebb program, Klub Zeus. Elvileg vegyes, gyakorlatilag sokkal több a fiú. A lányok próbálkoztak külön bulival, de az annyira nem jött össze. Akár az egyesületi programokon is, akár a buliban is. Sokszor lejönnek egész csapatok bulizni egyet, akik heterók, vagy egy-egy ember, vagy az ismerősükkel lejönnek. Tehát vegyes. A Budapest Pride tükrében lehetségesnek tartjátok, hogy a ti városotokban is legyen Pride, illetve LMBTQ fesztivál? Jó lenne, hasznos lenne, de nem hiszem, hogy megvalósítható lenne. Egyelőre kevesen vagyunk, akik ezt szeretnék, és inkább feljövünk a Pestire. Sokan Pestre költöznek, sőt, nagyon sokan külföldre. Debreceni ismerőseink közül is sokan elköltöztek. De sok szempontból jó város, és a küldetéstudatot át lehet élni így, hogy ott maradunk, és csapat kovácsolódik, egyre nagyobb csapat, az egyesületet létrehozzuk, programokat szervezünk. Van sok érdeklődő, akiknek lehet segíteni. Annak idején azt tűztük ki célunkul, hogy egy közösséget építsünk, közösségi programokat szervezünk a Szeged és Szeged környéki LMBT embereknek.
Hát azóta ezen kicsit túlnőttünk, és igazából már az önismeret is téma, és egyéb témákat is behoztunk ezen fölül, szóval egyre bővül a palettánk. Van egy másik szegedi csoport, gyakran dolgozunk együtt a nagyobb projekteken. Ezeken általában ilyen 50 fős látogatói közösség is megszületik. A mi saját programjainkon, hát persze programtól függően ilyen 15-25 ember szokott megjelenni, főleg meleg férfiak látogatják ezeket a programokat, de ez az arány most már úgy tűnik, hogy javulóban van, tehát a hölgyek igazán behozták ezt a lemaradást. Szegeden már egészen régóta üzemel meleg szórakozóhely, ez mindig bezár, gyakran változik a fenntartója, a főnöke, a személyzete, de azért elmondhatjuk, hogy az esetek legtöbb részében van egy vagy akár több aktív szórakozóhely is Szegeden. Szegeden lesz esetleg Pride vagy illetve ehhez hasonló melegfesztivál? Igazából gondolkodtunk már rajta. Van egy olyan nagyobb szegedi fesztivál, ami szerintem be tudna fogadni egy hasonló rendezvényt. Meg egyébként így azt hiszem, hogy így alkalmas hely Szeged egy hasonló programsorozatnak. Szóval gondolkodunk rajta, és gyűjtjük még az ötleteket és az embereket ennek a megvalósításához. Szeged egy egyetemista város, ezt gyakran hallani, és ez igaz is, a 170 ezeres lakosságából hát olyan 35 ezer egyetemistát számlálhatunk. Nagyon sok fiatal kerül el kisebb településekről Szegedre, és kezd el itt ismerkedni az identitásával. Annak idején ez volt az elsődleges cél, amiért a csoportot létrehoztuk, és azt hiszem, hogy most is emiatt van rá leginkább szükség. Szeged egy kisebb közösséget tud felmutatni, ami talán befogadó, barátságosabb, családibb. Még ugye Budapestre leginkább a szegediek szórakozni járnak.